Új formában, új módszerekkel kellett a hitoktatóknak is dolgozniuk a most véget ért tanév második felében. Gyorsan kellett alkalmazkodniuk a koronavírus miatt kialakult új körülményekhez. A hitoktatók többsége rögtön megértette, hogy távolról tanítva nem lehet annyit és ugyanazt elvárni a diákoktól, mint amit lehetett pár héttel azelőtt a tanteremben. Valóban nem volt könnyű. Amennyire az ember azt gondolná, hogy egy ilyen home office helyzet az könnyebbséget hoz, mert kényelmesen otthon a karosszékéből csinálhatja, végezheti a munkáját. Ez nem így működik. Nagyon nem voltunk erre fölkészülve. Tehát nagyon sok olyan feladat merült föl, ami eddig a gyakorlatban nem találkoztam, vagy nem találkoztam pedig a gyakorlatban. Különösen az volt egy nehéz helyzet, hogy egy olyan platformot teremtsünk, ahol utolérhetjük a gyerekeket, ahol minden osztálynak, minden tanuljával próbáljuk fölvenni a kapcsolatot. Ez komoly problémákat okozott, és komoly nehézségek elé állított minket. Szépen lassan belerázottunk, hát nehéz volt. Én igyekeztem eleve úgy megközelíteni ezt a témát, hogy tudva azt, hogy nekik is mennyire nehéz. Bátyámnak a gyerekei, más gyerekektől láttam, hogy mennyi házi feladatot kapnak egyébként is más órákról. És akkor azt gondoltam, hogy eleve úgy közelítek ehhez a kérdéshez, hogy nem azt akarom, hogy most minden áron az én általam feladott anyagokkal foglalkozzanak egész nap, bár szívem szerint nyilván ez lenne a vágyam, hogy ezzel nagyon sokat foglalkozzanak. De igyekeztem úgy, hogy belegondoltam, hogy mit csinálnának az én gyerekeim mondjuk ebben a helyzetben, és próbáltam nekik könnyen kezelhető, online elérhető. Az is probléma volt, hogy voltak olyan gyerekek, akik például nem tudták hazavinni a tankönyvüket. És akkor olyan feladatokat adni, amik elérhetők online, vagy megkaptuk a püspökség közreműködésével a tankönyveknek az anyagát PDF formátumban. Ez is nagy segítség volt, mert el tudtuk küldeni gyerekeknek, és egyszerűen az interneten, akár egy okostelefon segítségével már meg tudták ezeket az anyagokat nézni, el tudták olvasni. És nagyon szépen küldték vissza egyébként, tehát öröm volt néha nézni a gyerekeknek a munkáját, és hogy milyen szorgalmasan és milyen rendesen küldték vissza az anyagokat. Nem volt azonban elég a hittan lexikális részét átadni egy applikáció segítségével, hanem a lelki kapcsolatot is fenn kellett tartani a tanítványokkal. Nem volt egyszerű, próbáltunk minden gyerekkel kapcsolatot teremteni, tehát hogy senki ne maradjon ebből ki, hogy mindenki megkapja a tananyagot. Hát interneten keresztül próbáltuk nekik küldeni a tanulnivalót, tehát így online formában, és felvenni velük a kapcsolatot. A Szentmisékre is ilyen módon hívtuk őket, hogy kapcsolódjanak be a közvetítésekbe. Úgyhogy hát nem volt könnyű, de én azt gondolom, hogy nagyon sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk, főleg a digitális oktatás terén, illetve a szülőkkel való kapcsolattartás terén is, tehát olyan új utak nyíltak meg a kapcsolattartásban a szülőkkel, ami korábban nem volt jellemző. A tanévet ünnepi szentmisével zárták le a Szent II. János Pál kápolnában, amit a hittanosok online követhettek a plébánia közösségi oldalán. Mivel több jó és kreatív kezdeményezés született, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottság az egyházmegyék munkatársainak bevonásával referencialeckéket készített, és ezzel segítette a digitális hittanórák szervezését.